Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Pofán csapó. Üdvözlök mindenkit! Ez itt az igazi Dopman TV adása, benne a Doperatív törzs és a törzs feje, Laci király. A kötelezőt elmondom, igyekszem gyorsan. Iratkozzatok fel az igazi Dopman TV YouTube csatornájára, lájkoljátok, diszlájkoljátok, illetve kommenteljétek annak a tartalmait, ízlésetek vagy ízléstelenségetek szerint, de mindenféleképpen osszátok meg és nyomjatok rá a kis harangra, ez nagyon fontos. Kövessetek be az Instagramon. Az az egyetlen hely, ahol én is szépnek látom magam. Na jó, ez nagyon nagy hazugság volt, mert igazából én nagyon szépnek látom magam. Különösen mosolyom az. Egészen meggyőző, pedig most előnytelen szögből mutat a kamera, de próbálok egy nemes arcélt produkálni. Nem tudom, hányan tudjátok, de bennem csörgedezik kék vér. Tehát édesanyám gróf Paulinski leszármazott, és Borsodban voltak a család birtokai. Tehát amennyire bárdolatlannak tűnök párszor, azért jobb, ha tudjátok, hogy nem véletlenül van ez a nemes tekintet. Mert itt bizony grófi vér folyik az erekben, a szicíliai mellett, a nyolcegykerületi szicíliai mellett, meg még ki tudja, mi van itt. Az öcsém csináltatott valami DNS vizsgálatot, nem sokára kiderül. Aki a Facebookon követ, az nyomja rá a subscribe gombra, akkor azonnal bejelez, hogy valamit randalírozok. Fönn vagyok a Twitteren, a TikTokon, a Redditen, ott is megtaláltok, van egy külön bejáratú Dope Fiber Mafiám. Az a VIP szekció, már 250 fölött vagyunk, azt hiszem. És kijött a Szivárványvilág című dalom, az, hogyha tetszik, kérem megosztani. Tényleg. Már majdnem 35 ezer a nézettsége, és készülnek az új dalok, jön egy TNT feldolgozás, a Bolond, aki sír egy lány után, illetve most készülök a két arccal egy duettel, akik ismerik a Dopman történelmet, azok tudják, ki az a két arc. És tudjátok ezt a ténykedést, lemezvásárlás, meg koncertjegyvétel helyett anyagilag is támogatni, fönn vagyok a Patreonon, www.patreon.com/ az igazi Dopman TV, ott is lehet nyüzsögni, utalgatni a havi apanást, illetve hogyha most a YouTube-on nézed ezt a premiért, akkor szuper csettel nyilváníthatod ki a tetszésedet. Az anyagi hozzájárulást egyáltalán nem várom el, tehát félre ne értsetek, ha nincs lé, akkor is van szórakoztatás. Tisztában vagyok azzal, hogy működik az internetes showbiznisz, de hogyha úgy érzitek, hogy támogatnátok ezt, lemezt már nem tudtok venni, a dalokat ingyen kapjátok, tehát hogyha a show a számotokra jegyvételt ér, akkor ezt kifejezhetitek ilyen módon. Mindjárt belevágok a témába, de azért van egy-két fontos dolog még. Volt megint földrengés, úgyhogy ez is rámutat arra, hogy a föld alatt mozgó elemek, azok nem veszik ám figyelembe, hogy mi történik itt a politikában. Őket még a koronavírus se izgatja különösképpen. Úgyhogy ha ők nem veszik ennyire komolyan, akkor nektek se kell belehalni ebbe az őrületbe. Illetve ami számomra személyes jellegű, Dr. Dre, az NWA alapítója, Snoop Doggy Dogg felfedezője, Eminem felfedezője, 50 Cent pályára állítója, Anderson .Paak, Kendrick Lamar, tulajdonképpen minden idők legnagyobb király a hip-hop repzenébe. Azt gondolom, hogy a ősatyák után ő az, aki a legnagyobbat forradalmasított a műfajon. Hát ő agyvérzést kapott, egyesek szerint pedig aneurizmája volt, nem tudom, hogy jó használtam-e a szót, ezt anyám jobban tudnám megállapítani, de agyvérzést kapott, és kórházba került,
a Cedar Sinai kórházba, ez Los Angelesben van, és érdekes módon ugyanaz a kórház, ahol a gengszterep királya és keresztapja, akinek tulajdonképpen a hip-hop zene aranykorának formáját és stílusát köszönhetjük nagy részben, egyáltalán a hip-hopnak azt a fajta üzleti felfogását, azt a modelljét, amiből olyan dolgok nőhettek ki, mint a Master Plea féle No Limit Records, vagy éppen a Death Row Records, tehát Eazy-E ugyanott halt meg, mikor AIDS-ben elhunyt, sajnos az AIDS szövődményei miatt. És a Dr. Dre most ugyanebbe a kórházba került, hát ez egy jó kórház. És viszont az a jó hír, nem kell elvesztenem még egy legendát, hogy jobban van. Jobban van, azt tudni kell, hogy egyébként a Dr. Dre-nek, tehát tök érdekes a karrier, ő az első milliárdos rapsztár. Tehát a Beats by Dre fülhallgatókat ők fejlesztették ki, a Jimmy Iovine-nel, az Interscope Records-nak a főnökével, és az Apple-nek ezt több mint egymilliárd dollárért adták el, és a sok lemez a milliárdosság ellenére, hát ugye az ő élete azért nem volt egy virágvasárnapi körmenet, tehát az első NWA turné alatt elvesztette az öccsét, aki egy verekedésbe keveredett, és lelőtték. Aztán ugye annak ellenére, hogy volt köztük nézeteltérés, elvesztette Eazy-t, aki AIDS-ben halt meg a 90-es évek közepén, még Tupac előtt, és egy nagyon nagy veszteség a rap zenének és a rap világának, de így legenda maradt. A egyik fiát azt heroin túladagolás miatt vesztett el, és most egy válláson is túl van, aminek a során a drága kedves felesége havi 800 000 dolláros. Most kinyomom, lehet, hogy be fog még csörögni egy párszor, mire fölfogja, hogy élőben vagyok, de majd visszahívom, és újra meg újra ki fogom nyomni, illetve most hív itt a FaceTime-on, úgyhogy fölveszem nektek, illetve itt visszahívom, és elmondom neki, hogy élőzök. Várjatok ezt, hogy kéne tennem. Jó, rányomok. Egy pillanat, jó, megnyugtatom a lelkem. Fanika, élőben vagyok. Ja, jó. Jó, és utána foglak keresni. De ja. Most ilyenkor, mikor tudod, showban, ne zaklassál, drágám. A sztárnak működni kell. Vágod. Most éppen elmondám neked, hogy 343 ember nézi apát. Örülök. És ez megy fölfelé, fiam. Érted? Csak 343-an nézve. Csak. Ezt hallottátok, sajnos ez nekem kellemetlen. Nem így beszélsz apáddal, aki a 20. század és a 21. század egyik legnagyobb formátumú embere Magyarországon. És világszerte ismert. Együtt dolgozott Snoop Dogg embereivel is. Miről beszélsz? Fölléptem 50 Cent-tel, Randy MC-vel. Hallom, pont arról beszélek. Igen, teljesen. Hát az, én már ez nem igaz, hogy mi történik velem. Eazy-E meghalt. Most már az NWA második tagja agyvérzést kap, de jobban van. Jobban van, és a feleségével válnak, és a felesége 800 000 dollár havi asszonytartást kér tőle. Látod, mi van a nőkkel? Állandóan csak a problémát. Csinálják egyfolytában, mint te nekem. Miattad fog apa a sírba menni. Dehogyis, engem nem lehet kicsinálni, mert én a Buddha természetet fölébresztem. És olyan, hogy az innen jön az egyik fülemen be, és a másikon ki. Na, majd hívlak. Jó? Szakadj le rólam. Szevasz, haver. Imádlak. Na, dobok még neki egy puszit, bár már lerakta. Szóval ki is tárgyaltuk ezt a Dr. Dre témát. De a mai adás az nem erről szól elsősorban, hanem arról, hogy a DK és Fletó
sok év után megelégelt engem, és kiadták rám a kilövési engedélyt, és egy videómat követően, a tegnap előtti videómat követően rám állították a nyugati fényt. És írtak rólam egy cikket. És gyerekek, csinálják nekem a nézettséget, a kattintást, érkeznek hozzám a DK-s trollok, szenzációs, tehát végre elértem, hogy összejött bazony. Na most először beolvasnám nektek ezt a cikket, egyébként mondom, tehát egy fantasztikus sajtóterméken található, talán még a Telexnél is minőségibb sajtótermék, teljesen független természetesen, tehát független, idézőjelbe vetten objektív sajtótermék, a nyugati fény. Én is, tehát nem szorulnak rá, mert hát ez egy mindenki által ismert országos népszerűségnek örvendő szájt, de én gondoltam, hogyha már ilyen reklámot csinálnak, és bepésztelik a videómat a oldalukra, akkor megteszem nekik, hogy én is reklámot biztosítok nekik a Dokument TV-ben. Tehát a nyugati fény, ami a DK, a Demokratikus Koalíció nevezetű fantasztikus pártnak a első számú ilyen sajtóterméke. Ők írtak ma rólam egy cikket. Következő. Akkor olvasnám. Kicsit nagyítok a betűkön, mert nincs rajtam szemüveg. Meg zavarba is vagyok ettől, hogy az egésztől, hogy ilyen figyelmet kapok újra az ellenzéki oldaltól. Köszönöm, gyerekek. Breaking! Fideszes lett Dopeman, aki pár éve még Orbán szobor fejét rugdosta. Nem rugdostam, egy rugás volt, egy futball mozdulat. Itt imádom, innentől imádom. Igazi jellem és szellem óriással bővült a kormánypárt értelmiségi holdudvara. Mi? Még az ellenfél is elismeri, hogy jellem és szellem óriás. Gondolom ez nem. Tehát ez csak nem irónia vagy cinikusság. Ismerik ezt a kifejezést? Tudják használni? Én eddig nem vettem észre, de lehet, hogy arra gondolnak, hogy szellemileg nem vagyok óriás, hanem törpe, és talán egy jellembajnok se lennék. Na, figyeljetek. Következő. Ha Orbán berúgja a gazdaságot, akkor a Fideszre fog szavazni. Jelentette be keddi videójában pár ezer nézője előtt a Dopeman nevű gangster rapper. Pár ezer nézője. Az én nem szeretem ezt a lekicsinylő hangot, de őszintén, tényleg. Tessék megadni a tiszteletet az én nézőimnek. A 2013-ban még Orbán szobor fejének rugdosásáról elhíresült zenész az utóbbi időben többször szidalmazta az ellenzéket, és dicsérte Orbán Viktort. Emlékeztet a videót kiszúró Mandiner. Tehát már azt is látjuk, hogy nem csak a nyugati fény szúrta ezt ki, hanem még a Mandiner is. Bejött nekem az élet, basszág. Most már rájöttek, miért csinálom, nem? Ebből gazdagszom meg? A rapper a decemberi EU-s csúcs után például mentálisan betonnak nevezte Orbánt. Na ez az árulás, ne továbbja. Ellenzék ilyet nem mondhat. Tehát mentálisan betonnak az Orbánt nem nevezheted. Tehát úgy rendszerkritikus nem lehetsz, hogy azt mondod róla, hogy mentálisan beton. Azt kéne mondani, hogy hülye, gyagyás, buta, ostoba, nem ért semmihez, totálisan tehetségtelen, igazából senki nem tudja, miért van ott, csak a lopással foglalkozik, a mafiát építi, mafiát és szervezett lopást buta, ostoba, tehetségtelen ember hogy tud csinálni? Tehát ahhoz legalábbis valamiféle tehetség kell. Hát
ha belegondoltok, egy birodalmat is csak tehetséges ember tud irányítani. Magyarán azt gondolom, hogy mentálisan betonnak nevezni egy olyan embert, attól független, hogy emberi értékei milyenek, aki háromszor nyer kétharmaddal Magyarországon választást, illetve előtte is már egyszer kormányon volt, meggyőző többséggel, legalábbis helytálló. De lehet, hogy nem, tehát az is lehet, hogy csak szerencséje volt. Vagy az ellenfél volt annyira gyenge, hogy még ez a szánalmasan tehetségtelen ostoba fajankó is le tudta őket győzni. Na mindegy, felháborítottam őket ezzel. Dobman a keddi videójában azt is egyértelművé tette, ha Orbán berúgja a gazdaságot, a Fideszre fog szavazni. Óha! Hát gyerekek, őszinte leszek. Ha berúgja a gazdaságot, a Fideszre fogok szavazni. Ha olyan helyzetet teremt a 2022-es választásokon, amely helyzetben a családom, a szeretteim, az általam ismert emberek, illetve a tapasztalataim szerint az ország újra emelkedő pályára áll, elkezdenek pénzt keresni, látom, hogy költenek a boltokban. Látom, hogy újra működik minden. Látom, hogy kinyitnak a éttermek. Elindul a világ. Kezelve van ez az egész helyzet, amiről megvan külön bejáratú véleményem egyébként. Tehát itt a Political Capitales gyereknek a mentén is, meg ugye néztem máma az egyenes beszédet. Tehát azért megvan mindenkivel kapcsolatban a véleményem. Az orvos szakszervezettel kapcsolatban is, meg az egész nagy műbalhéval, amit itt a vakcina kapcsán csinálnak, orosz vakcina oda, Pfizer vakcina ide. Tehát megvan a véleményem. Sajnos azt kell látnom, hogy ez az egész vakcina téma, meg a helyzetkezelés az egyik oldal számára se valóban a vakcináról, meg a helyzetkezelésről szól, hanem arról szól, hogy ki hogy tudja a maga javára fordítani ezt a helyzetet politikai szempontból. Semmelyik nem külön, mint a másik ilyen szempontból, de ez lényegtelen is számomra, mert ez a rész engem már nem érdekel. Ez a bolc tréfa. De majd erről is beszélek egy kicsit, de megmondom a frankot, tehát amennyiben látom, hogy a miniszterelnök újra emelkedő pályára állítja dolgokat, attól függetlenül egyébként, hogy az elmúlt pár évben természetesen vannak személyes tragédiák, és nyilván vannak sokan, akik nem élvezték az emelkedés lehetőségének az előnyeit, többek között azért, mert nem éltek vele. Tehát az az igazság, ezt el kell fogadni, hogy az én világlátásom mellett, és ezt nálam a buddhizmus kihegyezte, illetve a Buddha tana kihegyezte, ez nem azt jelenti, hogy nincs bennem együttérzés egy elesett emberrel szemben, nincsen bennem segítő szándék, nem lehet rávenni bármilyen jótékonykodásra semmi, és nem arról szólna, hogy ne szeretnék segíteni a lemaradt, vagy hátrányos helyzetben lévő embereknek, ez nagyon fontos. Főképp az, hogy megkapják azt a motivációt, hogy tegyenek saját magukért. De azt gondolom, a tannal való ismerkedésem során én erre döbbentem rá, hogy a körülmények mindig másodlagosak. Tehát, hogyha sikerül felébreszteni az egyének magában azt a törekvést, hogy ő tegyen, tanuljon, képezze magát, fejlődjön, akkor bizony még akkor is ki lehet törni a szarból, ha nem lejt a pálya. Tehát árral szemben is meg lehet csinálni, akiben van motiváció, tanulni akarás, fejlődni akarás, az képes arra, hogy meghaladja a sorsot. Ez az igazság. Képes felülírni minden rákényszerített körülményt. Ez mindig látni kell, hogy az adott környezetben mi hogy történik. Tehát nekem ez a mutogatás, hogy azért, mert hú, de gonoszok, kizsákmányolnak, jaj, el vagyok nyomva,
Ez mutogatás, kifogáskeresés. Ez a véleményem. Tehát, ha én így fogtam volna föl a dolgokat, sose lett volna belőlem Dokmen. Ugyanis én kezdettől fogva egy olyan zenével jöttem elő, amit senki nem akart kiadni. És az utolsó lemezemig végig a zenész szakma nem fogadott be, a lemezkiadók nem fogadtak be soha igazából, a mainstream média nem fogadott be igazából, semmi. Annak ellenére hittem magamban, és most ez megint mindenkinek saját véleménye, szubjektív véleménye, hogy mit gondol arról, amit én csinálok, de mégis letettem olyan névjegyemet, ami által még azok is emlékeznek rám, akik utálnak. Tehát, és ezt én hittem magamban, és akartam cselekedni. És így a 8. kerületből eljutottam oda, hogy megnyertem az összes mérvadó díjat, amit magyar popzenében meg lehet nyerni, közönségdíjat, szakmai díjat, hatalmas tömegek ezelőtt fölléptem, közreműködésemmel készült lemezekből elfogyott több mint 500 000 az országba, és akiket ma ismernek és elismernek az országba, előadókat a rap műfajon belül, de még más műfajon belül is, mindenkivel dolgoztam együtt. A legnagyobb sztárokkal felléptem, a 50 Centnek meg úgy voltam előzenekara, hogy oda rakták elé a Gangsta Zolit, a Majkát, a Kicsi Tysont, a Dopement, az Állatkannibálokat, és a 50 Cent Management végighallgatta a lemezeket, és azt mondta, ez a Dopement a repzene. Ez olyan, mint a repzene. És én így lettem 50 Cent előzenekar. És így lettem Snoop Dogg előzenekar is. Mert én nem úgy csináltam, hogy meghívtam a Snoop Doggot underground buli szervezőként, és akkor mi fölléptünk előtt előzenekarnak, hanem fölajánlottak nekik egy csomó zenekart, hogy kilépjen föl előttük. És minden egyes amerikai rapsztár valamiért a Dopement lemezt vette ki. És ez csak úgy jöhetett elő, hogy én tenni akartam érte, mert nem volt semmilyen esélyem. Én senkit nem ismertem a lemezkiadóknál, semmi. Annyi volt a szerencsém, hogy szeretetben neveltek a szüleim, és adtak nekem annyi időt, hogy végrehajtsam a terveimet. De ezt egyébként viszonylag gyorsan megcsináltam, mert már 23 évesen megírtam a Gangsta Zolinak a keleti oldal, nyugati oldalt. És tehát én nem hiszek abba, hogy nem lehet cselekedni, és annak ellenére, hogy az Orbán, visszatérek rá, akinek én nem vagyok a rajongója, sem nem vagyok a pártjának agitátora, semmi. Egyszerűen reálisan látok, üzleti életben tevékenykedek, átlátom a gazdasági folyamatokat. Az az igazság, gyerekek, hogy az elmúlt 10 évből, az utolsó 5 évben fejlődőre állt az ország, és aki cselekedni akart, az tudott cselekedni. Lehet, hogy a nagy pénzhez nem jutunk oda, de ahhoz a Gyurcsány alatt se jutottunk oda. És amikor azt mondja a Fekete Győr ma az ATV-be, hogy a korrupciónak meg kell szűnni, és majd a miniszterelnök jelöltek az előválasztáson elmondják az ő tervüket, hogy hogy fognak politizálni, és a korrupciónak meg kell szűnni, azt jelenti, hogy a Rogánnak, meg a Mészárosnak, meg mit tudom én, meg kinek bíróság elé kell állnia, ez jó hangzik, meg az is, hogy ők Kispesten belekavarnak a ellenzéki levesbe, csak akkor hogy tudnak például a Nyugati Fénynek a gazdájával közös listán indulni? Ez csak egy kérdésem a korrupcióval kapcsolatban. Miniszterelnök jelölt uraknak pedig mondok én jó programot. Például lehet vállalni fix fizetésre a miniszterelnökösködést, meg a politikuskodást, kaptok szolgálati lakást, kaját, piát, olimpiát, fix fizetést, és meghatározott 4 év után tűntök a picsába a politikából. Például ez ilyen. És lehet csinálni ezt szépen úgy, hogy kommunista szombatként. És akkor lehet példát mutatni. Van egy fix fizu, szép nyugdíj, és annyi. És kell csinálni egy olyan transzparens, átlátható
bizottságot, aminek semmi köze a politikához, szakmai bizottság, és az általatok megszavazott elosztásukat felügyeli meg a tendereket. De mondhatok még egy csomó ilyesmit. Na mindegy. Úgyhogy még egyszer azt mondom, hogyha berúgja a gazdaságot, és újra látom, hogy születnek a lehetőségek, és emberek számára lesznek munkalehetőségek, és elkezd dübörögni az élet, akkor rájuk fogok szavazni. És elmondjam miért? Mert engem nem köt érzelmi szál se a ellenzékhez, se a Fideszhez. Tehát például nekem ellenzékben van egy csomó srác, több szimpatikusok, halálfain gyerekek, imádom, szeretem őket. Politikusok között is, egy csomó. MSZP-be például, annyi jó fej, kölyköt ismerek, már azok is lassan bácsik, szépen hozzám öregszenek, de az a lényeg, hogy én ismerek. És Fideszesben is látok olyat, aki szimpatikus, nem nagyon beszélek velük, mert nekik ellenzéki vagyok. Én egyébként imádom ezt a szerepet, hogy a kormánynak ellenzék vagyok, az ellenzéknek meg kormány. Ez mutatja meg, hogy nem vagyok egyik se, és nem is szándékozom egyik se lenni, és nem vágyom a pénzükre se, meg a lehetőségeikre se, mert én meg tudom oldani magam. De nincsen érzelmi szálam ilyen módon, tehát én arra fogok szavazni, és ezt is tanácsolom mindegyik őtöknek, hogy arra szavazzatok, aki nektek élhetőbb, kényelmesebb helyzetet teremt meg az életbe. Az, hogy az érzelmeiteket kiszolgálja ki, ha ilyenre szavaztok, akkor nem vagytok magatokkal szemben túlzottan igényesek. Mert jelen pillanatban ugye a legtöbben úgy választanak, hogy az ő személyes szimpátiáját kiszolgálja ki, meg kiírja alá. És hogyha utálja az Orbánt, akkor arra fog szavazni, aki az Orbánt szidja neki. Itt magyarázhatnak szakmai programra, különben ez nem az ő hibájuk, ez nem a Gyurcsánynak hibája, nem az Orbánnak, ez az embereknek az igénytelensége. Hogy ennyi elég, ilyen kevés elég. Tehát ezzel magatokkal szembe kell gyakorolni, igényesnek kell lenni. Ki kell követelni, hogy valaki azért akarjon cselekedni, hogy te jobb helyzetbe kerüljél, mert tudja, hogy csak akkor adsz neki voksot, hogyha jobb lesz neked alatt a helyzet. De mivel nekem nincs ilyen érzelmi szálam, nincs ilyen érzelmi elkötelezettségem, én arra szavazok, aki alatt nekem jobb. Ilyen önző ember vagyok. Szarok rá, hogy melyik az, ha nekem a Gyurcsány megoldja, hogy a ő megszavazása után szabadon, kényelmesen és még jobb körülmények között irányíthassam a vállalkozásomat, és még több lehetőségem lesz, rászavazok. De én ezt nem látom garanciaként tőlük, meg az ellenzéki oldalton, mert én ellentétben sok fiatala, én emlékszem a Gyurcsány kormányzása úgy, mint baloldali, ellenzéki, igazi baloldali érzelmű ember. Nem is tudtam magamévá tenni a Gyurcsány kormányt egyébként baloldaliként, és a válságkezelésükre is emlékszem 2008-ból. Nagyon jól emlékszem, amikor minden második hétben egy újabb 4 éves tervvel állt elő, mert azt se tudták, hogy mit csináljanak. És akkor még MSZP-s volt. Maradjunk annyiba. Tehát én egy szubjektív szempont alapján fogok szavazni, amit egyébként mindenkinek megengedek, hogy a szubjektív véleményét gyakorolja, velem kapcsolatban is. Nem lehet objektív véleményt gyakorolni, mert nem lehet velem szemben objektív véleményed, mert szubjektív vagyok számodra. Én nem objektum vagyok, hanem te számodra egy szubjektív felfogott valami a valóságból. Ez volt a legviccesebb, szintén ATV, a nap híre, azt mondja a Gólem Színház vezetője, szimpatikus srác, zsidó fiú, ugye azt mondja, hogy az emberek miért nem objektíven szavaznak? Miért nem látnak objektíven? Tök érdekes, hogy mondhat ilyet. Nem tudnak az emberek objektíven szavazni,
az emberek semmit nem tudnak objektíven szavazni, mert nincs objektív realitás, amit az ember objektíven fognak föl. Nincs objektum. Tehát a objektum videó az jó, de nincs objektum. És ha valaki például a zsidó vallást gyakorolja, akkor érdemes talán jobban visszamenni a saját vallásának hagyományaiba, és megnézni az Isten szót, ami egyébként ott azt hiszem úgy van, hogy Jahvé, és az a szó egy kétnemű szó. Tehát az Istenben van csak objektivitás, mert ott egy van. A két nem egyben van, ott nincs szétválás, nincs dualizmus. Amint Ádám és Éva a világra teremtődik, onnantól kezdve dualista látásmód van, tehát csak szubjektív látásmódok vannak. Egy ember sem képes objektíven látni, mert aki objektíven lát, az csak az Isten lehet. Az csak az Isten tudásában leledző lény lehet, és az ember objektíven nem képes érzékelni semmit, mert nincs az isteni érzékelésnek a birtokában. Magyarán az objektív látásmódhoz úgy kéne tudnia érzékelni, mint Istennek. Lehet a látásmódot tágítani, lehet meditálni, lehet a Buddha útján akár a totális rálátásig eljutni a pillanattal kapcsolatban, úgyis mindig csak az van, de ettől függetlenül objektíven nem fogunk tudni semmit se látni, mert csak szubjektív vélemény van, és minden csak szubjektum. Tehát azt nem lehet elvárni, hogy az emberek szubjektíven szavazzanak, válasszanak, nyugodtan lehet szubjektíven, vagy hogy objektíven szavazzanak, vagy válasszanak, lehet szubjektíven. És én ezt tökre megértem. Tehát ha valaki az indulatából szavaz szubjektíven, ezt is megteheti, csak ne lepődjön meg, ha kibaszott nagyot fog csalódni, mert azt fog. Mert ugye az ő orgazmusa az abban a pillanatban létrejön, mikor az Orbán, vagy a Gyurcsány, vagy a másik megbukik. De onnantól már újabb élményt kéne szerezni, és hogyha nem jól teszi le a szubjektív véleménye alapján a döntését, vagy a voksát, akkor szarabb helyzetbe kerülhet. És akkor abból megint egy szélsőségesebb helyzetből bejött másik oldal jön, aki után megint szenvedni fog. Aki alatt megint szenvedni fog. Tehát vissza az én véleményemre, tehát én egyszerű szubjektív oknál fogva, ugyanis én leszarom ezeknek a politikusoknak az elveit, a szándékait, az eszméit, tehát én megmondom őszintén, ez számomra, ahogy a zen szerzetes, mikor megkérdezték, hogy mi a világ egy seggtörlő. Ebben minden benne van különben. Tehát számomra ezek mind seggtörlő. A Fidesznek a kereszténydemokrataság is seggtörlő. Jelmez, ruha, maszk, nem érdekel. Egy dolog érdekel, hogy hol élek jól. Az egész Orbán méltatásom, ez is ebből származik. Mondhatok bármit. Tehát nem lettem kevésbé szabadabb, semmi, nem történt semmi, és jobban éltem az elmúlt 5 évben. Ez az igazság. Ennyiről szól, magyarán, ha én jobban élek, valaki alatt, arra szavazok. És ennyi. Szarok minden másra. És ettől függetlenül megengedem mindenkinek, és ezt idézőjelben mondom, hogy megengedem, tehát nem vagyok a parancsnokotok, meg a vezéretek, meg semmi az ég adta világon, és nem tartoztok nekem elszámolással, de megengedem mindenkinek azt, hogy arra szavaz, akire akar. És számomra, ha valaki a DK-ra szavaz, vagy az MSZP-re, vagy akárkire, a Szanyinak a pártjára, a Momentumra, tojok rá, semmi probléma. Arra szavazol, akire akarsz. Én ezt így, attól, hogy másra szavaztál, nekem nem vagy ellenségem. Ne.
Nem, semmi gond. Azt csinál mindenki, amit akar. Nem értitek? Én nem kényszerítek senkit semmire. Leszarom. És ez nem napraforgás, nem pénzvágy, nem az, hogy mikor kapok egy zsíros melót vagy állást, nem fog kapni, ne aggódjatok, én elintéztem magam úgy az Orbánnál, hogy azok nekem soha semmilyen lehetőséget nem fognak adni, és nem is kell. Nekem elég annyi lehetőség, hogy a saját életemet megfelelően tudjam gyakorolni. Ezt most részükről látom biztosítva. A szabadságomat, a szabadság fokom magasabb kiélését, megélését megint onnan látom biztosítva. Tehát a másik oldalról én nem látok más, csak parancsuralkodást, meg arra való törekvést. Mindenbe ezt nyomják. És nem látok szakértelmet, nem látom azt, hogy minek a mentén lesz nekem alattuk jobb. Értitek? Mert ilyen gondoskodó állam, meg Európa, meg hú, progresszív adórendszer. Láttam én ezeket már egy párszor. Ezek engem nem vesznek le a lábamról. Engem azzal vesznek le a lábamról, ha azt mondják, tesó, nem progresszív adórendszer kell, egyszerűsített adórendszer. Ennyit fizetsz, ezt kapod. Kész. Engem olyan irányzatok, meg olyan dolgok nem mozgatnak. Hallgatom az orvosszakszervezetet, tehát rohant be elnézést kérni az egyenes beszédbe a csávó. Berohant, meg ők mondták először, hogyha valaki nem oltatja be magát, 20 milliót fizessen ki a kórházi kezeléséért. Egyáltalán ilyen mondatok hogy jönnek föl? Mi a picsára fizetünk TB-t? Mire fizetünk adókat? Értitek? Ez a fars nyelv, hogy próbálnak nyomasztani. Miért nem mondják, hogy kötelező az oltás? Mondják azt. És akkor nincs gond, le van baszva, érted? De hát a saját orvosokat, meg a ápolókat nem bírják meggyőzni. Őket kell meggyőzni, ők a szakemberek. És kérdezgetik az orvost a vakcináról, és megmondja, hát házi orvosként nem tudok róla nyilatkozni, hogy mire. Tehát mikor egy orvos így kommunikál, mi a faszt akarnak? És ott van az a political capital-es gyerek is, az is egyébként nem azt mondta, amit mondtak róla az Orbánék. De látjátok, nincs, nem top, egyik sem, mert nem tudják, hogy kell rendesen fogalmazni. És belemennek ebbe az egész karmikus játszadozásba, hogy oda-vissza játszanak, és egyet kell felfedezni, végleg. Megérteni, hogy nem rólatok szól a játék, meg nem rólunk, annyiról szól, hogy érzelmekkel játszanak, és azt kell kihajtani belőlük, hogy ne az érzelmekkel akarjanak játszani, valóban valamit próbáljanak cselekedni azért, hogy nekem jobb legyen a helyzet. Tehát ez, amit mondtam, hogy Dobman a keddi videójában azt is egyértelművé tette, ha Orbán berúgja a gazdaságot, a Fideszre fog szavazni. Ezt tudjátok mi? Ez egy szavazó polgár részéről motiváció az ország miniszterelnökének, hogy van egy szavazója, hogyha az országot jobb helyzetbe hozza. Mi ez a gond? Mi ez a gond? Ha jobb helyzetet teremt mindenki számára, mert az én helyzetem akkor lesz különben jobb, én üzletember vagyok, szolgáltatóiparban működnek a cégeim. Tehát én akkor tudok jól élni, hogyha más is jól él. Meg más is tud fizetni. Ez a lényege. Ha neki megy, nekem is megy. Ha senkinek nem megy, akkor nekem sem megy. És ha nekem sem megy, meg nektek sem megy, akkor az Orbánnak se fog menni. Egy idő után kitörölheti a milliárdjaival a picsáját. Mert nem lesz mire elkölteni, ez a lényege. Tehát ezt kell megérteni, kölcsönhatáson. Tehát én ezzel motiválom a miniszterelnököt arra, hogy hathatós és hatásos politikai munkát végezzen. Ilyen egyszerű. Rászavazok. Ha jobb lesz nekünk, rá fogok szavazni. Nem szégyellem, bátran vállalom. Ha az ellenzéktől látok egy olyan forgatókönyvet, amivel azt garantálják számomra, hogy Pityinger úr, magának jobb lesz alattunk, és ez hihető lesz, és működőképes, rájuk szavazok.
De nem látok ilyen forgatókönyvet, ma azt látom, hogy az általuk megválasztott önkormányzatokba egymás torkának ugranak, ahelyett, hogy a munkát végeznék, és az a lényege, hogy egy kibaszott döntést nem hoztak egy év alatt, mióta pozícióban vannak, és csak azon nyírvegnek, hogy veszik el tőlük a forrásokat. Van erre is egyébként ellenpélda, ezt első kézből tudom, például a 15. kerületi önkormányzat, ott a DK-s polgármesternő van, meg baloldali vezetés, nem most óta, már régebb óta, tök jól csinálják a dolgokat. Tehát engem ez se érdekel, ez most, hogy ezek a bűnök, meg ezek a sok hülyeség, amit fölhoznak, a korrupció, meg ezzel nem állok szóba, meg az, hagyjuk már itt, ez az egész korrupt téma, és onnantól kezdve, hogy a Jakab Pétertől kezdve a Kunalmi, a Tóth Bertalan, a Gyurcsány Ferenc, a LMP-sek, a párbeszédeksek, a nem létező pártoktól kezdve, a félig létezők összeállnak, hagyjuk már, ugyanabban a politikai műbaléban vannak, mint az összes többi. Engem, mint választópolgárt egy dolog érdekel, hogy számomra megfelelő helyzetet teremtsenek. És volt egyébként alkalmuk az ellenzékieknek arra, hogy engem meggyőzzenek arról, hogy szavazzak rájuk, ott vannak egy csomó önkormányzatban nyertek. Mi történt? Pedig korrumpálhattak is volna. De elmondom, kit korrumpálnak ott, a beágyazott régi embereket. És együtt dolgoznak a fideszesek, az MSZP-sekkel, meg a DK-sokkal, mert nem nekem van a politikából pénzem. Még egyszer mondom nektek, nekem a Patreonból van pénzem, a Superchatből, a lemezeladásból, a jogdíjból, majd ha 2035-ben a 97. hullám után lesz még egy koncertem, akkor bottal kimegyek, és remegő lábakkal eltáncolom nektek a strici táncot, abból, meg az üzleti vállalkozásaimból. Ennyi. Nekem. Karácsony Gergelynek ellenben, meg az Európai Uniós képviselőknek ellenben, meg a Gyurcsány Ferencnek ellenben, nekik a közpénzből van pénzük, meg az állami rendszerből kapott fizetésük van, 1 millió forintra rugó, vagy 2, vagy 3, vagy 4 milliós összeg, plusz, amelyik üzletember még Európai Uniós pályázatokat is nyer. Tehát nagyon kérek mindenkit, hogy az én véleményemet azt ne tekintse úgy, mintha én majd fizetett pojáccal. Ha fizetést fog kapni valakitől, ti lesztek az elsők, akinek elmondom. Azonnal ki fogom rakni, ez fizetett játék. És nem szégyellem, el fogok venni minden pénzt, minden politikustól. Nem sajnálom őket. Amit odaadnak, elveszem. És ha kérnek tőlem tanácsot, adok. Szarok rá, hogy melyik, azt is meg van. Gangster rapper vagyok, nem rózsalovag. De mint elemző, ha nézek folyamatokat, ezt tudom elmondani. Tehát ezzel a mondattal, kedves nyugati fény, én motiváltam a miniszterelnök urat, hogy megfelelő munkát végezzem. Következő mondat, imádom. A csekély értelmű vesző, most jön a fontos, homofób rapper szerint nyára jön a vírus alóli felszabadulás, és mivel az emberek is a pénzüknél lesznek, nem lesz könnyű dolga az ellenzéknek. Ebbe bízom. Sajnálom, kedves ellenzék, bízom benne, hogy ami egyesek szerint valós történés, számomra olyan, mint egy ilyen based on a true story műsor, tehát, hogy filmünk igaz történet alapján készült, az igaz történet alapja a koronavírus, és azért jó tel van szőve drámai elemekkel, meg minden, hogyha valaki olvas a sorok között, azért látja szépen. Tehát én bízom benne, hogy abba a szakaszba lép a dolog, amikor ugye a világ elitje rájön arra, hogy ha szeretne hatalomban nyerni, maradni, és nem szeretne mindenhol lázadások, meg forrongások áldozataivá válni, illetve nem szeretne teret adni a politikai ellenfeleinek,
akkor rájön arra, hogy kénytelen lesz elindítani a műsort. Egyébként erről beszélt az orvos szakszervezetes Pali is, hogy bizony ki fognak nyitni a mozik, el fog indulni az élet, tehát hogy ez lesz. És a közgazdászok is megmondták, hogy ez a válság, mert erről a válságról egyébként már hosszú évek óta beszélnek, amit zajlik, és az Orbán már a választásokon beszélt róla, hogy lesz egy válság. Egyébként erre is érdemes tudni. De azt mondják, hogy ez így van, ilyen V-alakú válság, és most visszapattan. Szóval nem ilyen lesz, ilyen elnyúló, mint a 2008-as, hanem másmilyen, és ez azzal jár, hogy itt egy nagy emelkedés következik. Köszönhetően egyébként egy olyan modellváltásnak, mint például a zöld lobby, ugye ez a környezettudatos kapitalizmus, ami egyébként semmi köze a környezettudatossághoz, csak új nevet adnak a babának, és úgy dugják tovább a fenekét, és ő pedig szüli majd a pénz formájában a kisgyerekeket. Tehát én bízom ebben, hogy ez így lesz. És ez egyébként mindannyiótoknak sokkal jobb lesz, hogyha ez a forgatókönyv jön be. Tehát ezzel szemben nem nagyon kell küzdeni. Mondom, akkor kell megverni a kormányt, amikor erős. Mert hogyha erős kormányt meg tudsz verni, egy aranykorba le tudsz váltani kormányt, az azt jelenti, hogy te egy aranykort hoz képest is egy olyan alternatívát mutatsz, ami az emberek számára a lehető legjobb, még annál is jobb, ami van. Értitek? Bocsánat. Na, Dobben abban reménykedik, hogyha az egy lapátra söpört ellenzéket, ez idézőjelben van, ez megsértette őket, ezeknek a folyamatoknak a végén legyőzi a Fidesz, akkor az első napon az ellenzék összefogás tagjai egymásnak fognak támadni. Na most ebbe én nem reménykedem, és ebbe ezt kívánni se kell. Tehát ez tiszta sor, hogy így fog történni. Maradjunk abban, hogy ez az ellenzéki összefogás nagyon nehézen fog együttműködni. És nem azért, mert ők politikailag, meg erkölcsileg nem tudnak közös nevezőre jutni, illetve a politikai ideáik oly módon különböznek egymásétól, hogy az összeegyezhetetlen, az diszonáns, az egy diszharmonikus együttműködés. Egyáltalán nem erről van szó. Arról van szó, hogy közpénzt, meg forrásokat eddig ezek közül csak az MSZP-sek, meg a DK-sok láttak közelről. Nagyon közelről. Mert a morzsa azért most is hullik. Tehát hullik pártámogatás, képviselői fizetés, meg hátulról beléjük tolt Fidesz pénznek a formájában. Tehát az az igazság, hogy itt ez a gond, hogy sok éhes kis farkas most összegyűlt, és ugye mindenki enni akar. És ha megnézitek, tehát igazán erős, mi vicces, megint a DK, ez Gyurcsány, ez anno emlékszem, a Mesterházi Attilának mondtam a 2014-es kampánynál, hogy mikor még 32%-os volt az MSZP, és a Gyurcsány október 23-i ellenzéki tüntetésen meghekkelte a Mesterházit a szoborfejrúgás után, mondtam neki, hogy egyre figyelj, a Gyurcsánnyal ne állj össze. Mert ha ott nem rögtönzöl valamit, vagy nem veszed át a ritmust, véged van. És ha nézitek, a Gyurcsány a Bajnaival az élen szét is túrták az egész összefogást. Tehát akkor volt ugye hatalmas kétharmados vereség megint. Tehát ez, hogy egy lapátra lettek söpörve, hát nem mondhatják, miért nem lettek egy lapátra söpörve? Saját maguk lelkesüléséből mentek egy listára? Nem. Az Orbán megszavazta, egy listára mentek. Tehát nem ők jöttek elő, hogy hello, egy listán indulunk, mert így van, és mi kidolgoztuk, kitaláltuk. Sőt, nem. Egy lapátra söpörték őket, Orbán Viktor egyik este megszavaztatta, úgy döntött, mentek egy lapátra. És onnan már nem volt más választásuk, hanem ki kellett mondani, a saját akaratukat a saját tempójukba érvényesítették, még ha ez is volt a szándékuk. Nem. Bocsát,
Kérek a durvaságomért, őszinteségemért, mondja valaki, hogy nincs igazam. Nyugodtan, elfogadom érvként, el lehet mondani, de hogy lehet ezt megcáfolni? Ő úgy döntött, hogy ti együtt indultok. Tehát ő mert a 19-re lapot húzni, mert tudja, hogyha egy lapátra vannak söpörve, és megveri őket, egyrészt elmondhatja, hogy gyerekek, külön indultatok, összeálltatok, egy listán vagytok, közös pártba, így is úgy is elintézlek titeket, és ennyi. Mit akartok még? Na most nyilván, hogyha így alakul, akkor szerintem mi lesz? Nem eszik meg egymást 2 percen belül ezek az emberek, akik már most a miniszterelnöki pozíción harcolnak, meg arról beszélnek, hogy ki lesz a belügyminiszter, meg ki lesz az oktatás, ugyanazt csinálják, hát látom így. Én láttam ezeket közelről. Ugyanazt csinálják. És a saját közvéleménykutatóik írják nekik, nyertetek, ti már nyertetek, mert ezt a választást meg is nyertetek. Az Orbán az már menekül a Seychelles szigetekre. Az akasztás elől menekül már. Hát ezek ebben vannak. Hát van egy mondás, ne igyál előre a medve bőrére, mert a medve nem játék. És ebbe a sztoriba ők nem a medve. Ők a medvére vadásznak nyilacskákkal. Grizzly medvére. Tehát egy grizzly medvéhez tervet kell állítani. Mert a levadászása nagyon nehéz. Tehát magyarán ők egy lapátra lettek sodorva, és most is nehezen dolgoznak össze. Mert minden egyes önkormányzatban, ahol együtt vannak, ölik egymást a színfalak mögött. És tudnám mondani a sztorikat reggeltől estig. És ezt a forrás elvételt is hagyjuk. Mert azért mindegyik polgármesternek, a barátnőjének van 400 ezer forintos állása az önkormányzatnál, havi 400 nettóval, legyünk tisztában vele, és nem én mondtam, hanem a Herceg Zoli barátomnál olvastam egy posztba. Szóval ez csak egy helyzetértékelés. Na, tovább. A zenész kifejtette azt is, az ellenzék már érzi a trét, ezért kötnek bele olyan kifejezésekbe, mint az asszonyság. Pontosan. Tehát ahol ez a asszonyság szó ilyen gondot tud okozni, ott bizony baj van. Mert ez nem olyan nagy dolog ez az asszonyságozás, amekkor a műsort csináltak belőle. Tehát, hogyha ebben akarnak népszerűséget szerezni, akkor bizony nincs túl sok mazsola a kalácsba. Ez az igazság. Akkor nincs a pisztolyba túl sok puffogtatni való. Runcálsz pisztolyából kifogyott a mag, gyerekek. Hát nem mondott ezzel az asszonysággal semmit az Orbán. Ez nem egy olyan nagy dolog. Ez egyébként nem pejoratív kifejezés. Uraság, asszonyság. Nyilván ódivatú. Ódivatú. Tök igaz. Nem kor releváns ez a szó, ez a kifejezés, hogy asszonyság, hogy úgy beszélnek egy nőről. De ha elolvastok egy múlt századi regényt, vagy egy századfordulóról egy könyvet, akkor az asszonyság szó, az tök lazán benne van. Nem egy olyan nagy dolog. És arról meg ne beszéljünk, nem mondott semmi rosszat az Orbán a professzornőről, szanaszét kaserolta. Szanaszét kaserolta. Az, hogy ő egy ódivatú kifejezést használt, ez nem a himsovinizmusnak a neve, jele, tényleg nem erről van szó. Ezt mondhat bárki bármit, ezt nem írom alá. Tehát ez valóban egy ilyen Móricz Zsigmond regénybe illő történet, de az asszonyság, mint kifejezés, az nem ténysasszony. Asszonyság az azt jelenti, mint az uraság, hogy az egy ilyen nyilván egy testesebb nő, de tiszteletre méltó nőt feltétel. Ez az asszonyság. Ez nem olyan, akinek azt mondod, hogy húzd már innét, te büdös kurva. Az egy asszonyság. Annak meg kell adni a módját, hogy szólítod meg. Tehát ez egy régi kifejezés, ez nem pejoratív. Ez lehet, hogy most idegenül hangzik a fülünknek, mert nem használja senki, de ez az igazság, hogy ez nem így van. Valaki írja pontosan, hogy a cseléd így szólítja a főnök nőt. Asszonyság.
Tehát ez, amikor ilyeneket kell előhozni, lehet látni, hogy cool van a gatyában, mert semmilyen téma nem eléggé megfogható, igazából lehet látni, hogy nem állt össze még a sztori. Tehát pontosan, amiről beszéltem, az indulati emberek, azok megvannak, de nem őket kell meghódítani, hanem azokat az embereket, akik olyan módon szavaznak, mint én. Tehát a saját, szubjektív, érzelemmentes racionalitásuknál fogva szavaznak, vagy nem szavaznak. Minket kell meggyőzni. Nekem kell bebizonyítanod, barátom, hogy Dobman papa, neked alattunk nagyon jó lesz. És mikor 100 nappal a kormányzásod után megkérdezem, hogy na jó lett, Dobman papa, betartottam az ígéretemet? Akkor azt mondom, hogy igen, jó lett, meg a Józsinak is jó lett, meg ennek is jó lett, meg annak is. Azokat kell meggyőzni, gyerekek. Ez van. Sajnálom. Tehát őket ez az asszonysággal nem fogjátok. Tehát ez kevés lesz. Ez, hogy magatok között bóckodtok a hülye tévéitekbe, meg rádióitokban, meg ahol magatokat hallgatjátok. Mert az még egy nagyon fontos, erre a Fidesznek is figyelni kell. Nagyon nagy becsapás, mikor csak azzal beszélgetsz, ahol aki azt gondolja, amit te. Mindig érdemes szembenézni a másik szemszöggel. Tehát például ott a Krekozó Péter, vagy mit tudom én, ott is, amit mondott az Orbán a gonosz mondatáról, érdemes meghallgatni, hogy ő mit gondol, mit mond, mert ott is van egy igazság. Tehát nem úgy van, hogy csak úgy elsőre elmondom, hogy na ez van és kész, hanem meg kell nézni minél több oldalról, hogy a szubjektív látásmódod az működőképes legyen. Na, ennyit az asszonyságról, és itt a végén jön a csúcs, ezt imádom a legjobban. Itt akadtak ki igazán. Végezetül a szivárvány családokra is elmondta a véleményét, amelyeket a legnagyobb zsákutcának nevezett. Baszol. Tudtam, hogy ez fáj. Ezt tudtam. Na most gyerekek, a szivárvány család az akkor nem zsákutca, ugye? Tehát az a teljesen természetes evolúciója az emberi család modell megújításának. Igazatok van, rájöttem kömben délután, nem zsákutca, továbbra is a faj fenntartható, el is mondom, hogy fog működni, aki érzékeny, az fogja be a fülét, vagy éppen fogja be a szemét, a fülét, a száját, és akkor elmondom, hogy hogy van ez, mert ugye minden egyes ilyen rasszista, meg hasonló azon hőbörög mindig, hogy azért nem működik a szivárvány család, mert hogy az embert az Isten úgy teremtette, hogy a férfi meg a nő, és ez miatt ez teljesen életidegen. Hát nem így van, barátaim. Rájöttem, nem zsákutca, működhet, azt is elmondom, hogy. De ha érzékeny vagy, kérlek, fogd be a füledet. Tehát a szivárvány családok a örökbefogadás nélkül is tudnak működni, teljesen jól, elmondom, hogy. Tehát elvileg úgy, hogy a meleg férfinak, aki a meleg férfi párba a férfit alakítja, a meleg férfi párból a nő szerepét betöltő férfi kiveri a farkát. És a belőle kijövő örökítő anyagot egy műpéniszre kenik rá, amit egy meleg női párban férfi szerepet alakító meleg nő, a meleg női párból a női szerepet alakító nőbe belehelyez, és a ritmikus mozgásokkal az orgazmus következtében a méhébe juttatja.
Miután pedig ezt a gyermeket világra szülte, a meleg férfi párnak visszaadhatja nevelésre, és onnantól kezdve működik a szivárvány család modellje teljesen természetes örökítéssel is. És ezt lehet bonyolítani mindenféle úton, módon, tehát ez mehet a transgender vonalon, a transzneműeknél, a tulajdonképpen a székbaszóknál, tehát mindenkinél, aki amit akar, a számítógép szerelmeseknél, bármi működhet, nevelhet együtt gyereket, nincs probléma, tényleg teljesen működő modell. Semmi gond vele. Nem zsákutca, igaza van, bocsánatot kérek, fölülírom a véleményemet, nem zsákutca. De vajon működőképes-e? Vajon ebből egészséges, szellemileg, mentálisan, testileg egészséges emberek jönnek-e létre, teljes, tehát a teljeshez közelítő, magukat szeretni tudó, nem haraggal, dűvel, elfojtott vágyakkal, elnyomott érzelmekkel teletöltött emberek jönnek-e létre ebből. Tehát ez a kérdésem, hogy valóban ez a modell, ez alá, ez be tudja tölteni annak a helyét, amit inkább azt kell átgondolni, hogy nem kell annyi gyereket vállalni, van elég ember a Földön. Mielőtt gyereket vállalnál, gondold át, hogy mekkora felelősséget válasz. Mert aki gyereket enged a világra, a szenvedésnek, öregségnek, betegségnek és halálnak teszi ki. És egy életútnak teszi ki, ami tele lesz akadályokkal, és ütközőkkel, meg gödrökkel, meg csapdákkal. És adsz neki egy csomó, de csomó tudati tartalmat, aminek legalább a 80%-a totálisan haszontalan, és csak teher a zsákjába. És azon dolgozzunk, papám, meg mamám, hogy ezt ne adjuk át nekik. Én amondó vagyok gyerekvállalás ügyében. Szivárványügyileg is, meg így. És azt gondolom, hogy a szivárvány családokkal nem érzelmi bajom van, meg nem érzelmi problémám, nem értik. Nem a homofóbia. Nekem semmi fóbiám nincs. Én bármikor nyugodtan leülök meleg emberekkel, semmi problémám az ég adta világon. Engem nem hoznak sem izgalomba, sem zavarba. Semmilyen kimozdultságom nincs tőlük. Nem gyűlölöm őket, nem haragszom. De egyet tisztázunk le. Ezt a gondolkodási módot és ezt a fajta törekvést egy dolog mentén lehet jellemezni. Ezeknek az embereknek az első számú vágya és célja, hogy a saját szexuális orientációjuk az általuk többséginek gondolt társadalomtól helyeslő, biztató visszaigazolást kapjon. Amikor ez számodra a legfontosabb kérdés a világon, hogy a te szexuális irányultságod és vágyad mások elismerjék, elfogadják, és mások nyugtázzák, hogy te család működtetésére alkalmas vagy, akkor gondolkozzunk el azon, hogy vajon alkalmas vagy család működtetésére? Alkalmas vagy egyáltalán a saját életednek a működtetésére? Ha semmi más körül nem forog az életed, csak ez körül? Csak egy kérdés. Semmi több. Lehet bármilyen választ adni rá, ennyi. Tehát a homofóbiámat ennyiben szeretném letisztázni, és akkor végül még annyit mondanék a DK-nak, meg a nyugati fénynek. Tehát annak ellenére, hogy 2013-ban odébb rúgtam az Orbán fejet, és szavaztam az MSZP-re. Több alkalommal is egyébként, és hogyha azon a baloldali fordulaton átmentek volna, amit a Botka László talán le tudott volna még vezényelni legutoljára, meg a Mesterházi Attila, hogyha kicsit másképp mozdul, amikor hatalomban van, és fiatal emberekkel próbálta befiatalítani a pártot, amit be egyébként kudarcot vallott, sajnos, mert nem jól állt hozzá,
és az öreges rutinok mentén próbált ezt végrehajtani, és az öregeknek a szándékai, meg a törekvései megakadályozták azt, hogy az MSZP átmenjen egy reformon a Gyurcsánnyal való szakítás után. Tehát elmondanék valamit. Nekem, kedves DK, 2008-ban volt egy lemezem, nyugodtan nézzétek meg a borítóját, az volt a címe, Mr. Pittinger, az eredeti gangster. Na most annak a borítóján egy rakétavető van, aminek a célkeresztjébe a ti pártelnökötök, meg a mostani magyar miniszterelnök van benne. Egy. Tehát a ti pártelnökötök nálam 2006-ban teljes és totális mértékben lejáratta magát. És lejáratta az akkori politikai elitet is. És ő maga legitimizálta azt, hogy ma a politikusok cselekvéseinek, tehát amiért például a momentumos gyerek ágál, hogy a politikának legyen következménye, meg a politikusok ne hazudozhassanak, meg ne tessék úgy a dolgokat, ahogy teszik. Tehát azt, hogy ma ilyen a magyar politikai élet, a ti pártelnökötök legitimizálta. És ez nem emberi érzelem a részemről, hogy fúj, de utálom ezért. Nem, őt mint nem emberi minőségében bántom, értitek? Mint politikus, mint államférfi, politikus, miniszterelnök, mint vezető, országgyűlési képviselő. Előttem 2006-ba lehúzta magát a WC-n. Emberileg szarok rá. Semmi bajom van, jó pofa gyerek. Még néha lehet is nagyokat nevetni. Rajta, igen, kérem, mit mondott? Úgy csinálom, ahogy gondoltam, hogy az nem lesz úgy többé, aztán fölhívtam a Jóskát. Jóska, te most már nem vagy politikus, most már veled szemben nem beszélünk csúnyán. Tehát még nevetni is lehet, nincs vele bajom. Meg hogy üzletileg mit csinál, meg pénzt hogy húz. Ő dolga, leszarom az aprókrán, nem érdekel, lejáratta magát. Aztán, amikor elment az MSZP-ből, kifejezetten megkönnyebbültem, hogy ott hagyta azt a pártot, mert kurvára nehéz lett volna számomra szimpatikus fiatal politikusokkal, mint például Borsodi Miskolci Varga Laci, aki több Dogman koncerten is ott volt egyébként, és kurva jó volt, meg egy csomó másik gyerek, Veres Gabi, ilyenek, tehát nagyon nehéz lett volna velük politikai szempontból beszélgetnem, vagy őket szimpatikusnak találnom politikai szempontból. Megint más az, hogy megiszunk. Én voltam pesti srácoknál is ilyen beszélgetésen. Ugyanolyan fájdalmakkal küzdnek, mint ezek a DK-s szavazók meg. Azt hiszi őket mindenki utálja, mindenki ezen fosik. És kurva jó, besöröztem velük, halájót mulattam velük a pesti srácok kocsmájukba. Ugyanígy el voltam a MSZP-s képviselőkkel, és engem nem érdekel ez a része. De mint politikus, a ti pártelnökötök, Magyarország ekkori miniszterelnöke, és nem létező téma. Rossz brand. És megkönnyebbültem, mikor elment. És azt is szeretném megmondani, és ez is csak szubjektív véleményem, hogy mikor megalapította a pártotokat, azt a DK-t, na, a régebben nekem még voltak ilyen indulataim, meg ilyen nagy szimpátiáim, meg unszimpátiáim. Tehát amikor még nem volt törekvő énem, a buthával törekvő énem, amikor próbáltam megfigyelni más embereknek a moziát, meg a történetét, na titeket az első perctől kezdve utáltalak, mint a szart. Ezt a frankót mondom. Tehát a DK számomra a legvisszataszítóbb politikai erő, tehát amikor a Fideszt nem szerettem, és a Fidesszel szemben nagyon sok kritikát gyakoroltam, és a Fideszre kurvára haragudtam, titeket még jobban utáltalak, de sokkal. Tehát a hány ingerem volt, ahogy ránéztem a pártotokra. Tehát hogyha néznem kellett az akkori énem, azt gondolta rólatok,
hogy nálatok szarabb arc a parlamentben és a politikai életben nincs. És van egy rossz hírem, hogyha ezt az énemet bekapcsolom, vagy csak megfigyelőbként nézlek titeket a politikai életbe, ebbe semmit nem változtatok, csak rontottatok rajta. Tehát ha belegondolok abba, hogy már nem is a Gyurcsány a legkevésbé szimpatikusabb a DK-ba. Tehát mondom ezeket az embereket. Niedermüller Péter, Ceglédi Csapa, Vadai Ágnes, és még mondom itt szépen sorba az embereknek a nevét, gyerekek, borza, sajnálom, tehát még egyszer mondom, nincs gondom veletek emberi szempontból, nekem ennél avittabb, porosabb, fú, nagyon, tehát én tirátok soha az életben nem szavaztam volna. Ez a frankó. Soha se. Soha az életbe. Soha. És amikor indultam baloldali jelöltként, amikor felhozták a fideszesek, hogy a DK támogatásával. Gyerekek, megmondtam azoknak is. Mindent mondhattok. Amit akartok. Uzsorásoshattok. Azt csak szarok rá. Egyet ne. A DK-t, mikor nekem mondták az MSZP-sek, hogy jön majd a Feri gitározni a kampánybulira, meg ilyenek, tudjátok, mit mondtam? Még a zászlójukat is tüntessétek el szórólapomról. Nem tudom, hogy ennek ellenére rárakták-e, de az az igazság, soha semmilyen módon a DK-val nem tudtam közösséget vállalni. És ezt én így, ahogy van, úgy mondom, mert ez mindig is így volt számomra, a DK az a leggagyibb párt, ami létezik. Arról nem beszélve, hogy tiszta volt komcsi az egész, meg ezek a lógónyelvű liberálisok, de mondom, gondoljatok végig a fazonokkal, hogy tudtam volna én, melyik platformon tudnék én a DK-val összeérni. Egy ember van, akit kamázok ott, illetve kettő, a Vágó Pista, meg a Kálmán Olga, de nagyon érdekes, hogy aki abba a párba belép, az mind olyan lesz, mint egy lakás, amit nem porszívoztak ki, mint olyan fél éve. Esküszöm, nem tettek róla. Ezt az érzetet keltik bennem. A DK-sok, meg a DK párt, meg a megnyilvánulásik, ez a nagy nyál, tehát a Fidesz gyűlölet politika, miről beszéltek, ember? Hát annak a DK a mestere, annak ellenére, hogy most a Gyurcsány lett a szeretett ember. Na most a másik az, hogy különben meglátjátok, ilyen a bátor ember, mert most biztos nézi ezt egy csomó ellenzéki. Tehát én egy bátor pali vagyok, mert én mindig azt támogatom, ezek szerint, aki gyengébb. Tehát mikor ti voltatok gyengébbek, akkor kiálltam mellettetek az Orbánnal szembe, mert azt mondtam, hogy mélyütitek a gyengébbet, fideszesek. És kimentem, szobrot döntöttem, szoborfej, minden. Látjátok, ilyen dzsukel csávó. De most ti vagytok már kétharmados győzelmi szerepkörbe, és a szegény Orbánt akarjátok terrorizálni. Nem szépen tisztán le akarjátok váltani, meg új transzparens rendszert, ti bosszút akartok állni. Persze nem fogtok. Nem fogtok bosszút állni. Még akkor sem nyertek. Sansztalan. Nagy haverok lesztek. Továbbra is majd együtt ültök a parlamentbe, összebeszéltek, megosszátok egymással, amit kell, és szépen levajazzátok a témát. Úgy, hogy ez eddig is történt, minden egyes kormányzás alatt, tehát nem lesz itt bosszú, nem lesz itt felelősségre vonás, nem lesz itt ügynöklista, nem lesz itt olajügy nyilvánosságra hozás, semmilyen nem lesz. Ugyanúgy megy majd tovább a mozi, kész, annyi lesz majd, hogy pozícióba kerültök talán, és akkor majd megnézzük, hogy mit kormányoztok második naptól fogva. De ilyen karácsonyi módon csináljátok, az nem lesz egy nagy köszönet. Tehát akkor az nem fog sokáig tartani. De hát még egyszer mondom, tehát tirátok
Soha az életben nem szavaztam volna. Soha! Soha, de soha! Soha is, amikor az ellenzék mellett kiálltam titeket, akkor is rüheltelek, szó szerint. Tehát ezt éreztem tőletek. Rüheltelek titeket. És úgy örültem, hogy kimentetek az MSZP-ből, hogy öröm nézni. Imádtam, hogy elmentek onnan, és mikor láttam, hogy visszasomfordáltok, és láttam, hogy az egész MSZP-t kívülről a Gyurcsány malmozza meg, és láttam, hogy újra megint ő mondja meg, hogy mi van, na akkor ment el tőlük a kedvem. Teljes mértékben. Mert láttam, bazánk, hogy a saját Botka Lászlójukat megfojtották. Alig tudtak rávenni valakit, hogy miniszterelnök jelöltjük legyen, és megfojtották. Pedig az akkor mondta, hogy fizessenek a gazdagok, amikor ez egy releváns sztori lett volna. Szóval ez volt a véleményem a Nagy Nyugati Fénycikről. Remélem jól szórakoztatok, mert én igen egyébként. És akinek nem tetszik valami, gyerekek, van nekem egy mondásom 96 óta, mióta fordult a kocka. Akinek nem tetszik valami, húzzon egy számot, álljon a sor végére, és mikor odaér hozzám, akkor megnézheti a kárszegemet szemből térben, ennyi, amit föl tudok ajánlani. Ez van, ez a véleményem, sajnálom, ha nem tetszik, amennyiben tetszik, örülök, ha tanultál belőle, tanulsz, ha nem tanulsz, nem tanulsz, tök mindegy, különben meg mit csinál a DK? Tehát írtok még 6 nyugati fénycikket? És akkor mi van? Mimet töröljem ki vele? Az orrom fújjam bele, vagy a seggem töröljem ki vele? Tényleg, őszintén. Vagy azt hiszitek engem, tehát az én karakteremet nem tudjátok lerontani, mert egyrészt engem már lerontani nem lehet. Tehát én vagyok a magyar gangster rap keresztapja. Innen csak fölfelé vezet. A másik az, hogy a bennem élő Buddha természet az olyan nyugalommal tölt el, hogy nyugodtan mondhatom ki a véleményem, mert ez csak karma, nincs jelentősége, semmi. Ez a véleményem, így látom most a helyzetet. Cáfoljatok rám, teremtsetek egy szebb világot, mint Martin Luther King álmaiba, és ami meg a legfőbb, mit csináltok most? Majd megbüntettek, ha hatalomra juttok? Majd ti is bíróságra citáltok? 3 évig, mint az Orbán, ugyanaz lesz majd. Meg jönnek az ellenőrzések, meg a kérdőre vonások, majd megmutatjátok a dopmenem, majd bosszút álltok, majd mivel majd a fideszeseken nem megy, majd a dopment azt, majd gatyába rázzuk. Hát arra meg azt üzenem, hogy tehát nyasgem, tesó. Annyit tudok üzenni, megpróbálták. Nem egy, nem kettő, nem három. Megpróbálták párszor, de fölálltam 100-szor. Tudjátok, az vagyok, aki vagyok. Köszönöm szépen, ez volt a Dobment TV. Örülök, hogy velem tartottalaktok. Puszilok mindenkit, akinek tetszett a videó, ossza meg, akinek nem, az is. És még egyszer mondom, nincs harag. Tehát engem nem zavar, hogy ki kire szavaz. Én tőlem bárkire szavazhatok. Mindenkinek övé a véleménye, és még valamit szeretnék kérni. Tehát engedjétek el ezeket az indulatokat, hogy gyilkos indulatot teremt bennetek egy másik ember véleménye. Mert az csak az ő véleménye. Nincs vele baj, bármit gondolhat, nem számít, ezzel nem szabad megölni egymást. És csak egy túl komolyan vett játék. Értsétek már meg. Ne hagyjátok magatokat ilyen platformok által vezetni, mert pont ez a cél. Így néznek hülyének. Tehát pont azt tesztelik. Ugyanazt csinál jobb oda a pesti srácok sokszor, meg ez a nyugati fény a bal oldal. Azt tesztelik, hogy mennyire vagytok hülyék. Mennyire vagytok ugraszthatóak. Erről szól a játék. És hogyha ilyen olcsó szellemi táplálékkal beéritek, és ez boldoggá tesz titeket, akkor ezt fogjátok kapni. Utána kormányzás formájában mindig. Tehát nektek kell felnőni, hogy elvárásokat támaszthassatok. Elvárás csak olyan ember támaszthat, aki a maga által támasztott elvárásoknak is képes megfelelni. Na, ennyi volt a móka mára, záródopi mókatára.
Sziasztok, gyerekek! Hívom a lányom. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz!